II. világháború kétszer is elfújta az olimpiai lángot, de 12 esztendő szünet után Londonban ismét diadalmasan fellobbanhatott. Újra következhettek 4 évenként az ötkarikás játékok, s megint csak tapsolhattunk sok magyar sikernek. Közülük mutatunk be jó néhányat, fölidézve a győzelem magával ragadó pillanatait, emlékezve az olimpiák kiemelkedő tudású magyar sportolóira. Felejthetetlen pillanatok, nagy egyéniségek. Rájuk emlékezünk most. Németh Imre a kalapácsvetés világcsúcs tartója. Az ő győzelmének tiszteletére hangzott fel először a londoni olimpián a magyar himnusz. Aztán még 9 alkalommal állhatott fel magyar versenyző a győzelmi dobogó legfelső fokára. Köztük a pisztoly zsonglőre Takács Károly. Most pedig nézzük és hallgassuk a 3-szoros olimpiai bajnok Papp Lászlót. 1948 London. Ellenfelem John Bright, egy kemény angol matróz, fejét fő árbócból faragták. Az első menetben annyit ütöttem, hogy sok más ellenfélnek elég lett volna. A másodikban csak arra ügyeltem, hogy ő meg ne üssön. A harmadikban aztán mindent bele. A győzelemre gondoltam, és édesanyámra. 1952 Helsinki. Csermák József világrekorddal utasítja maga mögé a mezőnyt. A női úszóversenyeken elsöprő a magyar siker. A pillangó kisasszony Székely Éva a mellúszó számban győz a szintén magyar Novák Éva előtt. Szőke Kató a világ leggyorsabb úszónője címet szerzi meg, a gyorsváltó pedig utcahosszal előzi meg a vetélytársakat. Vízilabdázóink Jenei, Gyarmati, Kárpáti, Lemhényi, Markovics és társai, micsoda nevek, visszahódítják az 1948-ban elvesztett elsőséget. Itt pedig már a formálódó aranycsapat első világra szóló diadala. Könnyed, fölényes győzelmek után jött a jugoszlávok elleni döntő, Cibor labdája vágódik az ellenfél kapujába, és Puskás átveheti az aranyérmet. Melbourne 1956. Riasztó hírek jönnek otthonról, de még így is születik 6 győzelem. Az első, az Urányi Fábián kajakkettes, győztesen a célban. Az első televíziós olimpia 1960-ban Rómában. Itthon még kevés a tévé, persze, hogy tömegek állnak az áruházak kirakatai előtt, és van is látnivalójuk bőven. Parti János nagy versenyben diadalmaskodik. Az öttusázók 2 aranyat is nyertek. Első a Balcó nagy német összetételű csapat. Az egyéni bajnokságon pedig Németh Ferenc. A római 6 arany után Tokió ismét 10-et hoz. Hammer László, ő ma a sportlövők kapitánya, kisebbű sportpuskával nyer. Török Ferenc, akiből szintén szövetségi kapitány lett, legyőzhetetlen az öttusában. A futásban kiadja minden erejét, de itt a jutalom, az első magyar egyéni győzelem a sportág történetében. 3-szori olimpiai ezüstérem után Polyák Imre végre a győzelmi dobogó legtetején. Női törvívásban ellenállhatatlanok a mieink, első a magyar válogatott, és első Rejtő Ildikó is. Tokióban 4 aranyérmet szereztek vívóink. Vízilabdában is újra az élen, így tudósított erről Szepesi György. Ez pedig a labdarúgó torna számos benegója közül az egyik, és talán a legfontosabb, a sikeres döntőn Csehszlovákia ellen. Akkor még így futballoztak a miaink. Két atléta győzelem Mexikó városban. Németh Angéla és Zsivócki Gyula itt koronázta meg pályafutását. Öttusában aranyérmes a magyar csapat. Balcó hajszállal szorul a 2. helyre. Párbajtörvívásban Kulcsár Győző valósággal leiskolázza ellenfeleit, és verhetetlen a csapat is. A kajak és kenu 2 klasszikus számában az 1000 méteres egyesben a magyarok az élen. Hesz Mihály felejthetetlen hajrája
és Tatai Tibor ragyogó győzelme. Két nagy birkózó egyéniség a szőnyegen. Olimpiai bajnok a légsúlyú Varga János, és Tokió után duplázott a felejthetetlen pici Kozma István. A labdarúgók megvédik olimpiai elsőségüket. Sajnos ez a búcsú győzelmük a játékok eddigi történetében. A 10 arany Mexikóban is megvan. Az utolsó teljes olimpia Szöul előtt. München 1972. 10 világbajnoki arany, 2 olimpiai csapatgyőzelem után Balcó András végre egyéni bajnok öttusában. Páratlan teljesítmény. Föld Imrének is sikerül a mexikói ezüstöt aranyra váltania. Megint csak legyőzhetetlen a párbajtőrözők aranycsapata Kulcsárral, Fenyvesivel, Schmidt Pállal, Osztriccsal, Erdőssel. Az egyéni győzelem ezúttal Fenyvesi Csabáé. Tragédia az olimpián. Izraeli sportolók estek az esztelen és céltalan terrortámadás áldozatául. De az erőszak nem lehet úrrá a játékokon. Az olimpia mégis folytatódik. Pap László ezúttal már mesterként a szorító sarkában, és győz a tanítvány Gedó György. Csonka Olimpia Montrealban, Fekete Afrika távollétével tüntet. A politika mind erősebben befolyásolja a játékok sorsát, de Tordasi Ildikó számára nincs zavaró körülmény. Ellenállhatatlanul vív, lerohanja ellenfeleit. Övé az arany. A vívok olimpiai elsőségére azóta is várunk. A magyar atlétika utolsó kiemelkedő sikere. Németh Miklós nyer a gerelyhajításban, és ott a táblán a szenzációs eredmény. Világcsúcs! A londoni olimpiai bajnok Németh Imre fiának, a NOB azóta elhunyt technikai igazgatója, dr. Csanádi Árpád adja át az érmet. A lólengés művésze Magyar Zoltán utánozhatatlan aranyat érő gyakorlata az operatőrt is megihlette. A vízilabdázók a hagyományokhoz méltón szerepeltek. Ez a nagyszerű csapat nyert Európa-bajnokságot, világbajnokságot, világkupát, és megkoronázta a sikereit az olimpiai győzelemmel. Molnár, Csapó, Faragó, Szívós, Horkai, Sáros és a többiek éveken át uralták a világ pólós mezőnyét. Következett Moszkva az afganisztáni incidens miatt Csonka mezőnnyel. Első lett Varga Károly sportlövő. Kocsis Ferenc és Növényi Norbert birkózó. Magyar Zoltán tornász ismét lólengésben. Bacakó Péter súlyemelésben. Vladár Sándor úszásban. Vaskuti István és Foltán László kenukettesben. Számunkra hosszú időre kihunyt az olimpiai láng. Los Angelesbe a mi csapatunk sajnos nem mehetett el, de Szöulban ott leszünk, mint ahogy ott lesz ismét az egész sportvilág. A népek közötti béke és barátság nemes eszméjének. És mindent megteszek, hogy a világ sportolóinak legnagyobb seregszemléjén, eredményesen képviseljem hazámat, a Magyar Népköztársaságot.